Felsorakoztak a téli elhárítási munkákat végző járművek a Magyar Közút Nyíregyházi központjában. A monstrumok között van olyan, amely egyszerre alkalmas hóeltakarításra és sószórásra. Ezek pedig a hómarók, amelyek igazi nagy ágyúnak számítanak a gépek között. Ítéletidőben elengedhetetlenek, így a szakemberek minden évben abban bíznak, hogy ezeket nem kell majd használni az elhárítási munkáknál. A Magyar Közút megyei igazgatósága valamennyi a megye telephelyein működő gép ellenőrzését befejezte, mától pedig téli üzemmódra váltottak. A 2022-23-as téli időszakban összesen 44 úgynevezett kombinált géppel látjuk el a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainkat. Ezen felül rendelkezünk még 5 darab nagy teljesítményű rakodógéppel, 5 darab gréderrel és 9 hómaróval. A téli elhárítási munkát 4 fokozatban végzik a szakemberek. A jelenleg érvényben lévő 1-es fokozatban 24 órás szolgálatot tartanak fenn, a legmagasabb készültségi szintnél pedig a már említett hómarók bevetése szükséges. A gépek mellett az elhárításhoz elengedhetetlen anyagok is rendelkezésre állnak. A síkosságmentesítési anyagokra elmondhatom, hogy jelenleg a sótárolóink mind az 5 mérnökségünkön teljes egészében fel vannak töltve. 7300 tonna induló készlettel rendelkezünk, ezen felül van még 27 tonna kálciumgranulátunk és 214 000 liter kálciumoldatunk. Ezen felül pedig 400 tonna érdesítőanyag is van készleten. A korábbi években sokszor tapasztalhattunk 0 fok körüli hőmérséklet ingadozást, a fagyási, olvadási ciklusok hosszú távú váltakozása pedig a szakemberek szerint megviselte a megye úthálózatát. Éppen ezért a téli üzemmódra felkészülést egész éves feladatnak tekinti az útkezelő. A telet megelőzően felkészítettük az úthálózatot a téli üzemeltetésre. Kézi meleg kátyúzó anyaggal összesen 2200 tonnát dolgoztunk be. A tél folyamán azonban a kátyús úthálózatot csak hidegkeverékkel tudjuk javítani. A tél végeztét követően tavasszal indulhat meg az a munka, amikor ezeket a hideganyaggal történő javításokat, ezeket véglegesen helyre tudjuk állítani meleg aszfaltkeverékekkel. A Magyar Közút ZRT a 10 legnagyobb állami vállalat egyike. Megyénkben 5 mérnökségen összesen 336 dolgozóval végzik az úthálózat kezelését, ami Szabolcs-Szatmár-Berekben több mint 2100 kilométernyi szakaszt jelent.